Többek között a Bátaszék Jóvoda német nemzetiségi csoportos kisgyermekeinek az előadásait is megtekinthették azok, akik kilátogattak a Pünkösdi Létes Fesztiválra. A közel fél napon át tartó programsorozatban mindenki megtalálhatta a kedvenc előadását. A gyerekek a legjobban a rétes kóstolást élvezték, de volt olyan is, aki testvére fellépése miatt látogatott ki az eseményre. Túrós, mákos, káposztás, krizes, meggyes is van, mindenféle tárulunk. Bátyám pont fellépő, úgyhogy bátyám még fognak fellépni, itt a színház, ami ugye most megy, és szerintem még a fúvósok is nagy eséllyel fel fognak. Kalmár Éva, a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület elnöke elmesélte, hogy az ilyen összejövetelek alkalmával a népcsoportok is közelebb kerülnek egymáshoz. Covid előtt ennek már hagyománya volt, ennek a Rétes Fesztiválnak, minden alkalommal szívesen teszünk eleget a felkérésnek, és a felvidékiek által készített réteseket hozzuk ide a kedves közönségnek. Mindenki otthon készíti el a rétest, tehát mi nem együtt egy nagyobb mennyiséget, hanem mindenki otthon elkészíti a saját rétesét, és úgy hozzák ide az anyukák, nagymamák, és mindenki, aki, de egyébként apukák is jutottak ide rétest, tehát elnézést kérek, apukák, anyukák, nagymamák hoznak rétest, és akkor mi azt itt felszeleteljük, és itt árusítjuk. Hát a klasszikus rétesek azok megtalálhatóak, ugye a túrós, mákos az abszolút, aztán grízes, meggyes, káposztás, és idén több érdekességgel is készültünk, ami nem túl autentikus, felvidéki rétes, de van rá kereslet. Ez a szalonnás rétesünk, a répás rétesünk, illetve van mindenmentes, tehát tejmentes rétesünk is. Ugye sok gyerek küzd különböző allergiával, betegséggel, és akkor az egyik anyuka gondolta arra, hogy aki éppen nem ehet olyan, amiben éppen az a valami van, akkor hozott olyat, amit fogyaszthatnak. Mi mindig törekszünk arra, hogy a várossal, illetve a többi népcsoporttal jó legyen a kapcsolat, erősítsük a kapcsolatot. Ugye ez a Pünkösdi, ez kimondottan a város és a németeknek a rendezvénye, de mindig nagyon szívesen jövünk. És itt vagyunk velük együtt, teszünk eleget a kéréseknek, a gyerekeink színpadon is fel fognak lépni, mind a három gyerekcsoportunk. A felnőttek azok ugye sütöttek, illetve kínálnak, és mindig megtisztelő, hogy itt lehetünk a Bátaszéki Rétes Fesztiválon. Több ezer rétessel készültek a szervezők, melyek közül mindent saját kezűleg gyártottak le. Színvonalasak a programok, vannak játékok is itt a gyerekeknek, aztán ez a kis hamelni darab is igen ismerős, ugyanis valamikor jártam Hamelnben, dolgoztam ott egy évet, és a város története, meg egyáltalán ez a patkányfogó történet igen ismerős, és egész humorosan megrendezték, megoldották a fiúk, és a gyerekeket próbálják ezzel lekötni. Tehát jónak tartom. A rétes nagyon finom, amire ugye szintén rá kell térnünk, ugyanis ez egy rétes fesztivál. Több irányból érkeztek a rétesek, a Német Egyesület produkált nagyobb mennyiségben rétest, azután a Bátaszéki Felvidéki Egyesület úgy szintén fellépett, illetve rendezett egy sütést, és abból kínálják az eredményeiket, sütiüket. Azon kívül van egy rétesház, akik még ugyan nem érkeztek ide, de 4 óra környékén ők is fognak érkezni, és megmentik majd a mundér becsületét, ha ne talán nekünk elfogyna a rétesünk, és nem lenne már mit a vendégeknek kínálni. Az a jelentősége, hogy tulajdonképpen a rétes fesztivál, az a svábok hagyománya, tulajdonképpen köztudott, hogy a bátaszéki svábság a Fekete-erdő környékéről érkezett ide nagy részben, és hát a Fekete-erdőben is rengeteg svábnak, földművesnek volt tehene, volt otthon tejföl, túró, volt disznó, volt zsír, volt saját termesztésű gabona, húza, liszt, tehát ha hirtelen nem volt mi ünnepi ételt az asztalra tenni, akkor gyorsan sütöttek az asszonyok egy kis sok munkával elkészített rétest, mert az alapanyagok otthon adottak voltak,
és ezekhez a hagyományokhoz gyakorlatilag a lekerülésük után, áttelepülés után is ragaszkodtak, megszokták, megszerették a rétest, és innen jött az ötlet a korábbi Német Egyesület vezetőségének, hogy kéne rendezni egy ilyen rétes fesztivált Pünkösdre, mert ugye a kettő egy kicsit kapcsolódik, és hát megpróbáljuk, megpróbálták. Sikere volt, most azóta már múltja is van, nem csak sikere. Minden évben más népcsoport szokott közreműködni a pünkösdi rendezvényen. Idén a felvidékieknek jutott ez a hálás szerep. Pünkösdkor Bátaszéken hagyományosan a németek ünnepelnek, a németséghez kötődő ünnepkor. Ma délelőtt 10 órakor egy nagyon-nagyon szép ünnepi misén vehettünk részt, ahol a felajánlási szándék a Bátaszéken élő németségért volt, illetve a meghalt családtagokért. Igazán felemelő és szép mise volt ez ma. Aztán egy jó ideje már a Rétes Fesztivál délután 3 órakor veszi kezdetét itt a rendezvénytéren. Ilyenkor helyi hagyományérző kultúrcsoportok szoktak fellépni. Ugye ez az esemény ez valamikor úgy kezdődött, hogy az elődeink a tájházban kezdtek el valamit. Az volt a gondolat, hogy süssenek rétest. És aztán nagyon-nagyon gyorsan kinőtte magát ez az esemény, rendezvény, ezért kellett segítséget kérjünk más helyi civil szervezetektől. A színpadon szerintem csodálatos műsorokat láthatunk, a Deutsche Bühne Ungarn fogja kezdeni a műsort, aztán a helyi hagyományőrzők és németes óvodások fognak fellépni, a Heimattanz csoport, nagymányokról érkeznek ide hozzánk, a fúvószenekarunk, a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar. Tehát én azt gondolom, hogy egy igazán színvonalas és jó műsornak állunk ma itt elébe. Reméljük az égiek is kegyesek lesznek hozzánk, és nem kell menekülni majd a vihar elől. Ugrálóvár, Körhint, a büfé, minden rendelkezésre áll itt egy jó szórakozáshoz és egy családi délután eltöltéséhez. A rendezvény jó hangulatban zajlott, és az időjárásra sem lehetett panasza senkinek.